Több éves fejlesztés eredményeként új eljárással készíti a MOL a dízelüzemanyagot. A cél, hogy csökkenjen a dízelautók széndioxid kibocsátása. Nagyon boldog vagyok, hogy a co-processing projekt megvalósult, mert ezáltal a MOL nyert és a MOL csoport már bőzömök gyártóvá is avanzsált. Ez egy fontos lépés afelé, hogy nem csak egy kötelezettséget teljesítünk, hanem teszünk a fenntartható fejlődésért és a széndioxid lábnyomunk csökkentésért. Ez az új innovatív eljárás arra szolgál, hogy a kőolajból származó és a biológiai eredetű olajanyagokat együtt dolgozzuk fel a finomítóban, így megtartva a termékeink minőségét és emelve azok biorészarányát. Az alapanyag, amiket felhasználunk, a növényolaj, amit egyébként el kéne tüzelni, mert nem alkalmas étkezésre vagy takarmányozásra, állati zsíradék, használt sütőolaj és egyéb alapanyagok. Nagyon szép dolog, hogy ebből, ami a végén kijön, az pont ugyanaz a gázolaj, mintha nem kevertünk volna hozzá semmit. A bioalapanyag tartálykocsikban érkezik az üzembe, mintavétel és ellenőrzés után lefejtik, majd meghatározott arányban összekeverik a gázolajjal. Ezeket együttesen dolgozzák fel, így a késztermék is részben biogázolaj lesz, amely kiváló minőségű, és elégetésekor kevesebb káros anyag keletkezik. Laborméretből indultunk, és számtalan kihívással kellett megküzdenünk a kollégáknak a fejlesztés alatt. Ki kellett választaniuk a megfelelő alapanyagokat és azok tisztítási módszereit, meg kellett találniuk a feldolgozáshoz megfelelő katalizátorokat, de akár még például azt is említhetném, hogy különböző analitikai és kódúziós vizsgálati fejlesztések is szükségesek voltak. Az új eljárást 7 évvel ezelőtt kezdte el fejleszteni a MOL együttműködésben a Pannon Egyetemmel. Ez egy több milliárd forintos beruházás volt az elmúlt évek során, hiszen építettünk egy tankautó lefejtőt, építettünk egy vasúti lefejtőt, külön tartályokat, úgyhogy ez egy komoly projekt volt pénzügyileg is egyébként a MOL számára, és mutatja, hogy nekünk ez egy nagyon jelentős stratégiai irány. Nagyon büszkék vagyunk a kollégákra, akik ebben részt vettek, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy meg tudtuk tartani a termékeink magas minőségét, és így is hozzájárulhattunk a MOL széndioxid lábnyomának csökkentéséhez. 2000 tonna éves CO2 kibocsátás csökkentés jelent ez a projekt. Hogy érezzük, hogy ez mennyi, ez nagyjából olyan, mintha egy Debrecen méretű város összes lakója máról holnapra a energiával fűtene. A MOL csoport ezzel az innovatív megoldással is arra törekszik, hogy minden működési területén minimalizálja és enyhítse a környezet terhelését, segítse a fenntartható fejlődést.